Csak az állami tévét engedték Orbán Viktor közelébe a népszavazás estéjén. A miniszterelnök egyszer sem említette, hogy érvénytelen lett a voksolás. Azt azonban bejelentette, hogy a népszavazás következményeként módosítani fogják az alaptörvényt. Úgy gondolom, hogy az emberek ma kinyilvánított akaratát meg kell jelenítenünk, és rögzítenünk kell az alaptörvényünkben is. A kormány 4 ponton írná át a szöveget. Belekerülne, hogy tilos idegen népességbe telepítése, és az is, hogy a hazai hatóságok egyedi jóváhagyása nélkül idegen állampolgár nem élhet Magyarországon. Az alaptörvény módosításához az országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazata szükséges. A 199 fős parlamentben ez 133 támogatót jelent. A Fidesznek és a KDNP-nek 131 képviselője van, tehát 2 ellenzéki szavazatra van szükségük. A Jobbik a letelepedési kötvények eltörléséhez kötötte a támogatást. A Fidesz ezt hétfőn ismét elutasította. A frakcióvezető szerint a letelepedési kötvényekről később döntenek majd. A letelepedési kötvény az egy jelentéktelen ügy az alaptörvény módosításhoz képest, és teljes mértékben indokolatlannak tartjuk azt, hogy ezt összekössük bármivel. A Jobbik azonnal bejelentette, hogy nem enged. Addig, amíg a letelepedési kötvényeket nem szüntetik meg, addig a Jobbik nem fogja ezt az alaptörvénymódosítást támogatni. Az MSZP és az LMP már korábban közölte, hogy nem vesznek részt a szavazáson. A parlamentben 10 képviselő nem tartozik egyik frakcióhoz sem. A Párbeszéd képviselője, valamint a Demokratikus Koalíció és az Együtt politikusai azt mondták, egyik gombot sem nyomják meg. 3 pedig azt ígérték, nemmel szavaznak. A népszavazás az eredménytelen volt, a Fidesznek a társadalomban 50%-os többsége sincs ebben a kérdésben, azért nemmel fogok szavazni. Azért sem értek egyet az alkotmánymódosítással, mert ez a Nemzetállamok Laza Szövetségének az ideológiáját szolgálja, mi pedig liberálisok úgy gondoljuk, hogy szorosabb integrációra van szükség. Ez az alaptörvényel sem értek egyet, nem hogy a módosítással. Az RTL Iradónak Valki László nemzetközi jogász korábban azt mondta, az alaptörvény módosításának nincs értelme, mert az uniós döntéseket nem lehet így felülírni. A csatlakozással kötelezettséget vállaltunk arra is, hogy bármilyen jogszerűen meghozott uniós döntés Magyarország végrehajt, és ezt a végrehajtást nem lehet felülírni alkotmánymódosítással. A 2012-ben hatályba lépett alaptörvényt eddig 6-szor módosították. Legutóbb idén júniusban, akkor jobbikos támogatással.